Ben Lakosta, én, Apollo és Junior. Fantasmavelében szabadság van. Valódi szabadság. Olyan szabadság, ahol a kutyák is szabadon mozoghatnak. Nincsenek veszettek, békésen szaladgálnak egyen, dombon, völgyön át. Nincs sintér, amely elkapná őket, hogy ketrezbe csukják őket. Fantasmavelli más. Aki ismeri a városka történetét, jól tudja, hogy a szeretet védőburka öleli át, határolja körbe, hogy a gonosz emberek véletlenül se tudjanak betörni. Nem csak a gonosz emberek, de a betegségek se. Karácsony közeledett. Fantasmavelliben hamar beköszöntött a tél, leesett az első hó, melynek vastagsága takarószerűen borította be az egész városkát. Olyannyira, hogy a felszíni metró közlekedést is akadályozta. A sineken valósággal csúsztak a szerelvények. A sivatagi állomásokat mindig lezárták, mert akkor sokkal jegesebb volt az idő, az emberek nehezen bírták volna ki azt az elviselhetetlen hűséget, amely a felszínen várta volna őket. Fantasmavelli metróiban is a szabadság uralkodott. Aki nem tudott hazaérkezni, azokat az állomás szállásain fogadták, hogy ott tölthessék az éjszakát. Idén sokkal erősebben zuhogott a jeges hó, félő volt, hogy a szokásos karácsonyi vásárnak a hangulatát is tönkreteszi. A déli Fantasmavelli határvonalnál évről évre megrendezésre kerül a karácsonyi vásár, ahol a lakosság egymást teszi boldoggá, egymásnak készít ajándékot, és nem a pénz áll a középpontban. Idén nagyon erősen szakadt a hó, de a tűzforró csoki és kávé a megszokott forralt borral tökéletesen lehetett védekezni az ítélet idő ellen. Most persze termosszal, fémes szívószállal, nehogy a hópihék belerepüljenek a meleg italokba, lehűtve azokat. Nem messze a nullás metróra sokan felszálltak, hogy még sötétedés előtt elmehessenek az emberek síelni. Napos és elég világos idő volt, mivel nem csak a napfény, hanem a hó túlzott fehérsége is beragyogta a természetet. A mini föld alatti vasút 6 megállóval rendelkezik. Végállomása a Fantasmavelli sziklabarlang, amely mögött lankás hegyvidék húzódik. Ott éltek falkában a kutyák és farkasok, akik jó barátságot ápolnak egymással, segítenek a másiknak, ha bármilyen baj történik. Néhány síelő úgy döntött, hogy útnak indul. Apollo, az egyik síelő elvitte kisfiát Juniort, hogy együtt töltse téli szabadságát fiával. Apollo síelni, Junior szánkózni akart. Apollo barátai Pietro és Káne régóta cimborái Apollónak. Miután leszálltak a metróról, elindultak a hegyekbe. Nagyon csúszos volt az út, és ráadásul nehezen lehetett a vastag hó miatt közlekedni. De ilyenkor volt a legalkalmasabb egy kiadós síeléshez és szánkózáshoz, mert ki tudja, mikor esik legközelebb, mert az elmosnál friss és ropogós, fehér, égi fagylaltot. Apa, szánkózhatok végre? Kérdezte türelmetlenül Junior. Persze, kisfiam. Leveszem a vállamról, és már is használhatod. De várj, menjünk inkább együtt a többiekkel. Látod azt a dombot? Onnan startolunk lefelé. Válaszolta Apollo, majd fiával és a barátokkal felbaktattak a dombra. Itt jó lesz, Apollo. Innen remek fotót is készíthetek, mondta Pietro, aki elővette az okostelefonját, és egy képet lőtt még csúszás előtt. Káne pedig panorámaképet csinált, hogy abból képeslapot készíthessen a feleségének. Hát akkor rajt! Adta meg a jelet Apollo, majd a fiával és a barátaival egymás mellett álltak meg. Pár másodperc múlva lecsúsztak a jeges és havas lejtőn. Junior élvezte a szánkózást, de azt főleg, hogy már karácsonyi szünet van, és ilyenkor nem kell suliba mennie. Mikor a csapat sikeresen leért a dombról, Junior észrevett egy kutyát, a kilógó nyelvével figyelte őket. A kisfiú nagyon megijedt, mert ő nagyon félt a kutyáktól. Apollo így szólt hozzá. Ó, ő csak Vihar, az erdő egyik őrkutyája. Ne félj tőle. Tudod, Junior, itt egyik kutya sem bántja az embereket. Maximum kutyák kergetik meg egymást, ha játszani, bohockodni akarnak.
Phantasma Valley-ben minden kutyának van egy neve. Nyakukban egy kis medál, amelyekre a nevük van belevésve. Értem, apa. Ha nem harap meg, akkor megsimogathatom? Kérdezte Junior. Junior. Hát persze, a tekintete ne ijesszen meg, válaszolta Apolló. Majd lassan oda vezette fiát Viharhoz, akit nagyon boldoggá tett az, hogy a kisfiú közeledik feléje. Junior életében először simogatott kutyát. Nagyon havas a bundája, jegyezte meg Junior. Ez természetes, hisz az erdőben él, ügyel mindenkire. De persze neki is van gazdája, ahogy a többi kutyusnak. Ők nem csak az erdőben vannak, de a belvárosba is ellátogatnak. Ők is egyenrangúnak számítanak, mint az emberek. A külvilágban, pórházban, szájkosárban viszik őket sokszor sétálni, mint harabok lennének, mondta Apolló. Ez olyan szomorú dolog, jegyezte meg Junior. Igen. A külvilágban minden más, de szerencsére nem tartozunk oda. Tudod, ott sok gonoszság uralkodik. Jobb is nem beszélni róla. Inkább szánkóz tovább, én sielek, javasolta Apolló, majd fiával visszament a többiekhez. Vihar pedig elfutott vissza az erdőbe. Másnap Apolló és Junior visszatértek, de nem síelni és szánkózni. Apolló úgy döntött, hogy megmutatja fiának Phantasma Valley erdei életét. Apolló szerette volna elérni, hogy a fia ne féljen a kutyáktól, ezért is gondolta, hogy megerősíti egy kicsit. Apa és fia beljebb merészkedtek a havas erdő mélyére, és egy kis szarvas mászkálgatott piros sállal a nyakában. Junior ugyan félt, de tudta, hogy az édesapja meg fogja őt védeni. Hamarosan egy kis patakhoz érkeztek. Látod, fiam? Ez a patak nagyon hosszan folydogál, egészen a 3-as-4-es metróig, amelynek sínyei alatt is folyik a víz, mondta Apolló. Sétálunk odáig? Kérdezte Junior. Nagyon messze van. Gyalog túlfárasztó és nehézkes lenne az út, ráadásul csúszásveszélyekkel állnánk szemben. Nézd, Junior, jön egy vizsla, azt hiszem tapi lesz az, gondolta Apolló. Egy piros kendős, aranyos, aranybarna vizsla kutyus jelent meg kíváncsi tekintettel. Épp egy kisebb kutyát kergetett, mert játékos kedvében volt. Dobi volt a neve. A pici kutya elrejtőzött egy fenyőbokorban, és nyüszített. Ó, a kis aranyos! Kicsi kutya, gyere ki! Kérte Junior, aki elővette egy kis süteményt a zsebéből. Dobi kutyus rögtön ott termett, és megette az édességet. Junior örömmel simogatta. Tapi kutyával pedig Apolló foglalkozott. Tapi és Dobi mindig haragban vannak egymással. Tudod, kisfiam, Dobi, mivel apró kutyuska, itt Tapi érthető, hogy üldözi. Persze játékosan, mondta Apolló. Mintha egy kis labda lenne? Igen, fiam. Hazavihetjük, apa? Nem, sajnos. Tudod, Junior, Dobinak és Tapinak van már gazdája, de ők most otthon vannak. Készülődnek a karácsonyra, ahogy mi is. Tudod mit, Junior, mit szólnál ahhoz, ha elmennék a vásárba? Lassan sötétedik, és ilyenkor remek hangulat uralkodik a forgatagban. Rendben, apa, mehetünk! Válaszolta vidáman Junior, majd kézen fogva édesapjával a karácsonyi vásár felé indultak. A nullás metrón alig voltak. Junior majdnem elaludt az út során, de szerencsére a kis föld alatti ébren tartotta. Apolló és Junior felsiettek a lépcsőn, a déli Phantasma Valley határvonal végállomásán, majd édes, fűszeres, mézes kalács illata csapta meg az orrukat. Vegyünk mézes kalácsot, apa! Kérte Junior. Veszünk, fiam! Kürtös kalácsot is vásárolok, de anyának is vegyünk valami vásárpiát. Jegyezte meg Apolló. A vásárban szerencsére nem voltak sokan, mert az esti élet most kezdődött el igazán. Junior figyelte, ahogy készítik a mogyorós forró fejjel csokoládét. Meg is kóstolta, melynek kellemes melegsége átjárta a gyermek testét. Junior itt nem fázott. Apolló ezután a kürtös kalácsoshoz vitte a fiát, ahol a darált szaloncukrosból 3 darabot vásárolt. Aki még nem ismeri a hagyományt, annak leírom. Sok szaloncukor marad az előző évből, melyet tartósítanak, és eladás helyett egy óriási mozsárban összezúznak, megdarálnak, majd annak tartalmát besütik a mézes kalács tésztába. Rákaramellizálódik, és utána fogyasztható is.
Apolló nagyon jól érezte magát a fiával. A vásárban váratlanul szakadni kezdett a hó, és közben Phil Collins Somewhere című dal hangzott el a vásári óriás rádióban. Sokan kezdtek táncolni. A szerelmes párok egymáshoz bújtak és megcsokolták egymást. Hamarosan megjelent Apolló felesége, Junior anyukája, Sarah, aki épp a vásárban nézelődött. Hát ti itt? Kérdezte csodálkozva Sarah. Igen, anyu, nagyon finom kürtös kalácsot ettem, és képzeld, már nem félek a kutyáktól sem. Megtanultam legyőzni a félelmemet. Büszkélkedett Junior. Annyira büszke vagyok rád, kisfiam, mondta örömében Sarah. Abban a pillanatban megjelent a vásári forgatagban Tapi, Dobi, Vihar, és még két kiskutya, Böbe és Tacsika. Jé, tudták, hogy itt leszünk? Kérdezte Junior. Hát persze, fiam. Tudod, a vásári fények és az ajok ide csalogatják a kutyák egy részét. Ők is élvezni akarják az ünnepi hangulatot. De persze a kutyusok visszamennek a gazdiukhoz. Vihar kísérte el a társaságot, látod? Mondta Apolló. Junior ismét megsimogatta Vihar bundáját, aki megnyalta a fiú kezét, kifejezve azt, hogy megszerette őt. Sarah néhány kutyakekszet is vett a többieknek, hogy ők is kapjanak vásárfiát. Anya, megetethetem a kutyákat? Kérdezte Junior. Igen, Junior, válaszolta Sarah, majd kibontotta a kekszes zacsikat. Vihar, Tapi, Dobi, Böbe és Tacsika nagyon jó ízűen ették a finom édességet, majd miután jól telelték magukat, örömmel mentek oda a kisfiúhoz, akinek ez volt élete legszebb napja. Annyira, hogy megfeledkeztek az időről is. Megvárták, míg lassan mindenki hazament, aztán a kutyák is útnak indultak. Vissza az erdőn keresztül a gazdáikhoz. Köszönöm ezt a csodás napot, hálálkodott Junior. Nincs mit, fiam. Még kijövünk az ünnepek között is, ugyanis itt Phantasmal Valley-ben a karácsony december 23-ától 31-ig tart, mondta Apolló. Elérkezett december 23-ának napja. Phantasmal Valley-ben a hó még mindig szikrázóan fehér volt. Apolló és Junior elmentek a szeretett hegyre, hogy előkészítsenek mindent a 24-i karácsonyi ünnepségre. Junior vígan játszott a többi gyerekkel, akik a szeretett hegy kastélyában éltek. Tudjátok, nekik nincsenek szüleik, és ebben a nagy épületben az ott dolgozó gyerekeknek, az ott dolgozó embereknek nincs családja. Ők igazi őszinte szeretetet adnak az ottani gyerkőcöknek, akik emiatt nem szomorúak szerencsére. Megkapnak mindent, ami egy szép gyermekkorhoz kell, de vannak olyan emberek, akik egy nap megjelennek, és örökbefogadják őket, hogy igazi családi hátteret biztosítsanak az örökbefogadott gyermek számára. Ne egy tisztolévér jellegű szörnyű árvaházat képzeljen el az olvasó, ez egészen más. A szeretet itt a legfontosabb. A szeretett hegykastélyban egy hatalmas karácsonyfa áll feldíszítve. Phantasmal Valley alapító atya, Bella Costa, és Katalánia Orgosz hercegnő minden évben biztosít gyerekeknek szaloncukrot, ajándékokat, és ők is megjelennek a szeretett hegykastélyban, hogy boldogát tegye a gyerekeket. Apolló az egyik alkalmazottjuk, akinek az a dolga, hogy fényt vigyen mások szívébe. Apolló jó maga, ő is ebben a kastélyban nőtt fel, és sosem felejtette el azt, honnan jött. Mikor kisgyerek volt, a valódi külvilágból érkezett egy vonaton, mert a szülei meghaltak egy balesetben, és őt egy rossz nevelő intézetbe akarták zárni, ám Apolló megszökött, és egy tehervonattal elmenekült. És ahogy Populares és Hobbs, ő is kikötött Phantasmal Valley-ben. Neki sajnos nem volt szerencséje, hogy valaki örökbe fogadja őt, de amikor 18 éves lett, akkor megfogadta, hogy családot alapít, 19 évesen pedig megismerte Sarah-t, majd 20 éves korában elvette feleségül. 21 éves korára megszületett a kis Junior, aki most 9 éves. Apollónak saját családja lett, és ez volt a férfinak a legnagyobb vágya. Mikor 18 évesen elhagyta a szeretett egy kastélyt, munkát kapott egy birtokon, mint lovász, és ott ismerte meg Sarah-t. Egymásba szerettek. Sarah apja Gilbert a fiaként szereti a vejét, Sarah anyja Gertrude úgy szintén. Gertrude ráadásul nagyon szeret sütni és főzni, és mindig örül annak, amikor Juniort láthatja.
Visszaemlékezve erre a sok mindenre, Apollónak könnybe lábadtak a szemei, de tudta, hogy már nincs egyedül, és nem az a kisfiú, aki egykoron elszökött otthonról. Este, miután Apolló lefektette kisfiát, puszit adott neki, majd lefeküdt aludni Szerával. Másnap, december 24-én este, mindenki a Szeretethegyen lévő kastélyhoz igyekezett, hogy részt vehessenek az esti ünnepségen. A kastélyban élő gyerekek kórusban karácsonyi dolgokat énekeltek, és egy 5 méteres karácsonyfa állott, ahol temértek ajándékhegy várta gazdáját. Szerá és Apolló alaposan kitettek magukért. Szerá remek varrónő. Sok sálat, pulóvert kötött a gyerekeknek. Apolló pedig segített az ajándékok elrendezésében. Jaj, apa, ez olyan szép! Ilyen fa biztos nem férne le a házunkban, mondta megilletődve Junior. Igen, mert ez a szabadban van, de nem igazi fenyő, mert oda tönkre menne. Ez még az az óriás műfenyő, ami akkor került ide, mikor én itt laktam. Ugyanolyan szép, és úgy néz ki, mintha valódi lenne, mondta Apolló. Drágám, nagyon szeretlek, mondta férjének Szerá. Én is Szerá, válaszolta Apolló, majd megölelte a családját. Nem sokkal később Vihar, Dobi, Tapi, Tacsika és Böbe is ugatva érkeztek meg. Szájukban egy-egy nagy kosárka volt, tel is tele vegyes színes mézes puszedlivel, majd minden gyereknek kihozották igazságos módon. Vihar odament Apollóhoz, és megkínálta. Köszönöm, Vihar, mondta Apolló, és ismét megsimogatta a kutyus bundáját. Ezután egy 6. kutya is megjelent, de az nagyon aprócska volt. Apolló felvette, és átadta Juniornak. Nagyon boldog karácsonyt, fiam. Fogadd szeretettel cukorkát. Te leszel mától a gazdia. Az enyém? Nagyon köszönöm, apa. Hálálkodott Junior, és magához ölelte cukorkát. Áldott karácsonyt egyetlenem, mondta a fiának Szerá. Neked is, anyu, boldog karácsonyt nektek, válaszolta a kisfiú. Éjfélkor mindenki a Csendes éj című dalt dúdolgatta, énekelte, majd megjelent az égen a betlehemi csillag. Juniort elkápráztatta a látvány, és gyorsan lefényképezte a telefonjával. Majd odabújt a szüleihez, akik szeretettel ölelték magukhoz a prócska gyermeküket. Vége. Hát boldog karácsonyt kívánok mindenkinek ezzel a mesével, és nagyon boldog új évet!